Rendkívüli jubileumi évet hirdetett Ferenc pápa. Burkina Faso bíborosa az ország közhangulatáról. A remény üzenetének továbbadása zenén keresztül. Itt a római riportokban. A Vatikánban tartott bűnbánati szertartáson jelentette be pápasága egyik legfontosabb kezdeményezését, egy jubileumi szentév meghirdetését. Ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più evidente la sua missione di essere testimone della misericordia. È un cammino che inizia con una conversione spirituale. Per questo ho deciso di indire un giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un anno santo della misericordia. A történelem során eddig csak 28 szent év volt. A legutolsót II. János Pál pápa hirdette meg 2000-ben. A mostani, jelenlegi szent év december 8-án kezdődik. Sono convinto che tutta la Chiesa potrà trovare in questo giubileo la gioia per riscoprire e rendere feconda la misericordia di Dio con la quale tutti siamo chiamati a dare consolazione ad ogni uomo e ad ogni donna del nostro tempo. A szent év bejelentése előtt néhány perccel a pápa beszédében a gyónás szentségének fontosságát hangsúlyozta. Isten mindig megbocsát, és sohasem fárad bele a megbocsátásba, mondta. A pápa gyónásra bíztatott, elsőként maga végezte el. Ezután sok hívőt meggyóntatott ott, ahol korábban II. János Pál és 16. Benedek pápa is szent gyónást végeztek. A katolikus egyház a zsidó hagyomány példáját követve kezdte el ünnepelni a szent éveket. A zsidó nép 50 évente tartott szent évet. A katolikus egyházban a szent évek ünneplését 8. Bonifác pápa vezette be 1300-ban. A szent év középpontjában a bűnbocsánat áll, amely mindenki számára lehetséges. Különleges alkalom arra, hogy Isten és embertársaink felé forduljunk. Rendes vagy rendkívüli szent évek léteznek. 1475 óta a rendes szentéveket 25 évente ünnepeljük. Eddig 24 rendes és 4 rendkívüli szentévet tartunk számon. Az irgalmasság szentéve lesz az 5. A legutóbbi rendkívüli szentévet II. János Pál pápa hirdette meg 1983-ban. A szentév kezdő rítusa a Szent Kapu ünnepélyes megnyitása, amelyre csak a szentévek alkalmával kerül sor. Az emberek sorban álltak a gyónáshoz a pénteki bűnbánati liturgia alatt a Szent Péter székesegyházban. Tucatnyian várták a gyóntató széknél, hogy megkapják a feloldozás kegyelmét. Többen a könnyeikkel küszködve mesélték el a szertartás alatti élményeket. Nos, nagyon mély érzéseink voltak a pápával szemben, miközben feloldozást és kegyelmet kapunk. Csodálatos, mert eddig nem volt alkalmam rá, hogy helyrehozzam a dolgokat Istennel, és hogy megtapasztaljam, amit most kapok itt Rómában, a székesegyházban. Az ünnepség Ferenc pápa megválasztásának 2. évfordulóját is jelzi. A pápa a szertartás során hangsúlyozta, Isten nem fárad bele a megbocsátásba. Ez olyan tapasztalat, amit nem mindenki szerezhet meg. Erős pillanatok voltak, amit az emberek nagyon mélyen megéltek.
Ahogyan tavaly, a pápa idén is meggyónt, illetve többeket meggyóntatott. A gesztus azt emeli ki, hogy a Szentatya nagyon komolyan veszi ezt a szentséget. Ferenc pápa részt vett a koreai keresztények által szervezett szentmisén a Szent Péter Bazilikában, amely a koreai püspökök Ade Lee Min-a látogatásának idejére esett. Beszédében arra kérte őket, hogy álljanak ellen a világ csábításainak, mely gyengítheti hitüket. Il demonio furbo, dicevo. Mi farà questa proposta. Il benessere religioso, ma siamo buoni cattolici, ma fino a qui. E vi toglierà la forza. Non dimenticatevi, per favore, siete figli di martiri e lo zelo apostolico non si può negoziare. A pápa emlékeztette őket arra, hogy a koreai egyház alapja a világi hívek és a vértanúk vérén alapszik. Ne feledjék gyökereiket, amikor a jövőjüket tervezik. Voi siete chiesa dei martiri e questa è una promessa per tutta l'Asia. Andate avanti, non mollare, non niente di mondanità spirituale, niente. Niente di un cattolicesimo facile, così, senza zelo. Niente di un benessere religioso. Amore a Gesù Cristo, amore alla croce di Gesù Cristo e amore alla vostra storia. Távozása előtt együtt imádkozta velük az üdvözlégyet, kérve őket, hogy imádkozzanak érte. A heti általános kihallgatást Ferenc pápa azzal kezdte, hogy beszélt az idősek szerepéről a családban és a társadalomban. Úgy fogalmazott, közvetlen tapasztalata van a témában. Quando sono stato nelle Filippine, i filippini, gli abitanti delle Filippine, il popolo filippino mi salutava dicendo Lolo Kiko, cioè nonno Francesco. A Szentatya elismerte, hogy az öregség olykor nem könnyű, megvannak a maga nehézségei, ugyanakkor nem szabad feladni és leengedni, hanem kreatívnak kell lenni. Noi, gli anziani, possiamo ricordare ai giovani ambiziosi che una vita senza amore è una vita arida. Possiamo dire ai giovani paurosi che l'angoscia del futuro può essere vinta. Possiamo insegnare ai giovani troppo innamorati di se stessi che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. A pápa szomorúan megállapította, hogy vannak az idősebbek közt cinikusak, akik lenézik a fiatalokat és nem foglalkoznak velük. Le parole dei nonni hanno qualcosa di speciale per i giovani e loro lo sanno. Le parole che la mia nonna mi consegnò per iscritto il giorno della mia ordinazione sacerdotale le porto ancora con me sempre nel breviario. Ferenc pápa katekézisét egy mély gondolattal zárta. Minden vágyam, hogy az egyház képes legyen elősegíteni a generációk örvendetes összebékítését és egymás kölcsönös elfogadását, mondta. Avilai Szent Teréz születésének 500. évfordulóját ünnepelve erekjeként őrzött sétabotja 5 kontinens 28 országában járt. Szinte hihetetlen. La vieja andaba con esto? Sí, se guarda en su casa natal en Ávila. Ez a spanyol zarándok csoport hozta el az erekjét a Szentatyához. A Fény útja nevű kezdeményezés résztvevőjeként 2014. októberre óta beutazták a világot, hogy tisztelettel adózzanak minden idők egyik legnagyszerűbb szentje előtt.
Jártunk Latin-Amerikában és Afrikában is, ahol az ünneplés, az öröm, a zene harsányabb. Kedvenc országot nehéz lenne megnevezni, szinte mindenhol átéltünk különleges pillanatokat. A legmegkapóbb az volt, hogy milyen sok ember hallotta meg Szent Teréz hívó szavát, és jött el, hogy megnézze az erekjét. Itt ezt olvashatjuk, ideje útra kelni. Ez a bot felidézi számunkra Szent Teréz zarándok életét. Mi is hívást kaptunk, hogy bejárjuk az utat, amit ő bejárt, az imádság a hit útját. A kezdeményezés tökéletes záróakordja volt, hogy Ferenc pápa megcsókolta az erekjét. A római látogatást követően a zarándokok hazaindulnak Spanyolországba. Az általános kihallgatás végén nyújtották át az erekjét a pápának. Nagyon közel voltunk a Szent Atyához. A mai kihallgatás nagyon szép volt, az idősekről szólt. Nézze, számomra ez az életem legnagyobb álma, mert mi úgy hittük, hogy Ferenc pápa eljön Avilába, Szalamankába, Albába, és már felkészültünk a fogadására. Amikor megtudtuk, hogy mégsem jöhet, azt mondtuk, miért nem megyünk mi hozzá. Néhány perccel korábban a Szent Atya megemlékezett az évfordulóról. In questo mese ricordiamo il quinto centenario della nascita ad Avila di Santa Teresa di Gesù. Il suo vigore spirituale stimoli voi, cari giovani, a testimoniare con gioia la fede nella nostra vita. Március 28-án ünnepeltük Avilai Szent Teréz születésének 500. évfordulóját. Ferenc pápa globális imanapot kezdeményezett, és a békéért imádkozott az ünnepen. Terroristák 12 embert öltek meg Párizsban a Charlie Hebdo elleni támadások során, de a következmények messze túlmutatnak Franciaországon. A támadás után Mohamed próféta került a címlapra. Ez erős tiltakozást váltott ki Nigériában. Templomok tucatjait égették fel, és legalább 10 meghaltak. Mindketten ugyanahoz a püspöki konferenciához tartozunk, Burkina Faso és Nigéria. Több mint 45 templomot romboltak le, katolikusat és protestánsat egyaránt. Ez szétrombolta a keresztény kisebbséget. A bíboros szerint fontos, hogy megértsük az erőszakos reakció okát. Afrika ezen részén nincs középút. Van némi félreértés. Néhányan azt gondolják, mivel a katolikus egyház nyugatról jön, a Charlie Hebdo a katolikus egyháztól jön. Szerintem ez lehet a magyarázat a sok templomrombolásra. Nigériában a lakosság 80%-a muszlim, Burkina Faszóban 60%. A keresztények mindkét országban körülbelül 20%-ot tesznek ki. A Charlie Hebdo-hoz hasonló esetek növelik a feszültséget a keresztények és a muszlimok között. Pietro Parolin bíboros volt a kezdeményezője annak a titkos találkozónak, amely Kuba és az Egyesült Államok közt történt a Vatikánban. Ez vezetett oda, hogy a két ország kapcsolata rendeződjön. Az államtitkár a Pápai Gergely Egyetemen tartózkodva elmondta, hogy a béke megteremtésének záloga az érintettek emberségének figyelembevételén múlik. Minden erőfeszítésünk központjában az emberi mi volt és méltóság kell, hogy legyen, különösen a szegények és a megsebzettek esetében. Hozzátette, hiba lenne azt gondolnunk, hogy a kormányok egyetlen felelőssége a béke helyreállítása. A béke egyes emberek kis lépéseinek az eredménye. Fontosnak tartom, hogy elfogadjuk a kulturális és vallási különbségeket egymásban úgy, hogy növekedjünk is, hogy teremtsünk időt a kölcsönös fejlődésre, és ne félreértésekre és erőszakra. Kínát hozta fel példának. Nem olyan régen Hongkong nyugalmazott bíborosa, Joseph Zen kritizálta a római kúriát, hogy Pekinggel tárgyal, miközben két püspök börtönben van. A Vatikán nem hallgatja meg őket, és nem érti meg a helyzetüket.
Pedig a legnagyobb erőfeszítésünk, hogy megértsük, mert Kína helyzete nagyon bonyolult, ahogy a történelem is mutatja. Lehetetlen ezeket a problémákat leegyszerűsítve kezelni. Hiszünk abban, hogy az egyetlen helyes mód, ha beszélünk, találkozunk, és közös egyetértésben keressük a megoldásokat a napirendi problémákra. A bíboros hivatalos látogatást tesz Fehér Oroszországban. Nagyon fontos utazás lesz ez ebben a politikailag és vallásilag érzékeny régióban. A Transparency International szerint Kamerunban az állami szférát teljesen eluralta a korrupció. A 177-es listán a 136. Egy volt kameruni hivatalnok szerint a helyzetleírás nem félrevezető. Patience Mollop sok szempontból úttörőnek számít Kamerunban. Ő volt az első nő, aki mérnöki diplomát szerzett az országban. Többszörös túlélője a kameruni politikai zavargásoknak. 3 alkalommal törtek az életére. Amikor ide szegezik a fegyvert, akkor félsz. Sok álmatlan hónapom volt. Első alkalommal egy fiút küldtek rám, hogy jöjjön meg. Második alkalommal 7 fegyveres tört be a házamba. Harmadszor pedig katonákat küldtek rám, de nem találtak meg. Én azt hiszem, hogy amikor valami jót teszünk Istenért, akkor csodák történnek az életünkben. A kormányon belüli munkája során mind jobban tudatosult benne a korrupció jelenléte. Amikor számon kérte ezeket, vagy tenni akart az ügyben, el akarták tüntetni. Hétköznapi életét áthatja a katolikus meggyőződése. A Focolare mozgalom tagja. Bevallása szerint hite segítette át a nehéz időkben. Ha hiszel az evangéliumban, akkor az szerint kell élned az életed. Ha hiszünk az evangéliumnak, akkor hisszük, hogy Isten szeret bennünket. És ha szeretünk, akkor másokért élünk. Én tanúsíthatom nap mint nap, hogy van gondviselés. Jelenleg a Focolare mozgalommal együtt új megoldásokat dolgoznak ki a kormányzati és közigazgatási eljárásokra. Remélik, hogy forradalmasítják a politikát. Nem titkolt céljuk, hogy rávegyék a különböző pártokat, hogy együtt tegyenek a közjóért. A világ legnagyobb Forma 1-es Ferrari rajongói klubja kicsit kibővült. Új tagja nem más, mint Ferenc pápa. Részünkről a megtiszteltetés, hogy átadhattuk számára a klubunk tagsági kártyáját. Nyakába tettem, és tetszett neki, mert nevetett. Több mint 700 ember tartozik a klubhoz, közülük néhányan utaztak Rómába, hogy részt vegyenek Ferenc pápa általános audienciáján. Fantasztikus érzés azért idejönni, hogy a pápával találkozzak, és ugyanakkor a Ferrarit is képviselhessem. Egyszerű emberek vagyunk, de nagyon szeretjük a pápát. Azon túl, hogy tiszteletbeli taggá avatták a pápát, jótékonysági célra adakoztak is a pápának, és nem kérték a pápát, hogy imádkozzon azért, hogy a Ferrari nyerjen. Úgy hangzik, mint egy álomvakáció. Róma szívében élni 3 hónapig, meglátogatni Kassiát, Toszkánát vagy Milánót. Ez a minden évben megrendezett kurzus, amit az Ágoston rendiek spirituális intézete támogat. A világ számos részéről hozunk szerzeteseket, hogy Szent Ágoston teológiáját, spiritualitását tanulmányozzák, és valamennyit a rendünk történetéből. Évekkel ezelőtt az Ágoston rendiek új módokat kerestek arra, hogy segítsenek a szerzeteseknek megérteni a saját spiritualitásukat. A tanfolyam 5 éve indult. Robert Gesetto testvér vezeti a programot, amelyhez szakértő előadókat hív. Néhány szakértő a mi rendünk tanára innen az intézetből. Mások pedig a világ különböző részeiről érkeznek, hogy tanítsanak más iskolák vagy írók szerint. A résztvevők számos templomot látogatnak meg, olyan helyek ezek, amik Szent Ágostonhoz köthetők. 22 szerzetes és nővér jött Európából, Észak-Amerikából, Ázsiából és Afrikából, hogy részt vegyen a programban. A kedvenc részem a programban, amikor meglátogatjuk a Szent Ágostonhoz és a kereszténységhez köthető helyeket.
Számomra ez egyfajta kapcsolat a gyakorlat és az elmélet között. Ebben az évben a tanfolyam angolul folyt, de a következő években elérhető lesz spanyolul és olaszul is. Eltévejedtem, de megtaláltattam. Vak voltam, de most látok. Ezeket énekli P.G. Anderson az egyik legfrissebb számában, amelynek címe Kegyelmed csodálatos. Anderson egy Tennessee-ből való énekes. Egy apáca tanította gitározni, első dalát egyetemi évei alatt szerezte. Ma már az egész országot járja, hogy zenéjével tanúskodjon a mások iránti szeretetéről. Érzelemmel teli dalai több ezer fiatalt megérintenek. Nemrég egy zeneműhelyt vezetett a Katolikus Ifjúsági Konferencia keretében, amelyre az egész országból érkeztek fiatal katolikusok. Anderson már 4 lemezt jelentetett meg. Legutolsó címe Rise, azaz Kelj fel. Reményteli zenéje nagyon sok fiatalban befogadásra talál. Következő adásunkban Ferenc pápa nápolyi utazásáról számolunk be. Itt a római riportokban.